Magyar jogász, egyetemi docens, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Most következő felszólalónk szerint a válságok korát éljük. Magyarország kormányának célja, hogy még így is megőrizze a magyar emberek békéjét és biztonságát. Ez pedig elképzelhetetlen erős és hatékony határvédelem nélkül. Ennek eléréséhez Brüsszelben azonnal változásra van szükség. Hölgyeim és uraim, a színpadon Bóka János. Kedves barátaim, Európa egy évtizede küzd a migrációs válsággal. Magyarország egy évtizede védi az illegális migrációval szemben saját határait és az Európai Unió külső határait. Nem ismeretlen szerepe számunkra. Évszázadok alatt hozzászoktunk, hogy Európa a nyugat határait védjük. Ettől persze a feladat nem lett sem könnyebb, sem kellemesebb. Viszont ma már itt van velünk az Európai Unió. És Brüsszeltől ennek a nehéz feladatnak a teljesítéséhez nagyon sok mindent kaptunk. Na jó, pénzt azt mondjuk nem. Az elmúlt 10 évben több mint 1,5 milliárd eurót költöttünk a külső határok védelmére. Ennek alig 1%-át volt hajlandó Brüsszel finanszírozni. Ráadásul, mivel szerintük a mi rendszerünk jogsértő, az Európai Unió menekültügyi forrásaitól is el vagyunk zárva. Technikai segítséget, hát azt sem kaptunk Brüsszeltől. Az Európai Uniónak van határőrizeti ügynöksége, a Frontex. A Frontex viszont villámgyorsan kivonult Magyarországról, amikor kiderült, hogy a mi határaink tényleg határok, valódi határzárral, a határőreink pedig tényleg határőrök, és nem szállodai animátorok, akik új vendégekre várnak. Politikai támogatást és szolidaritást, na azt sem kaptunk Brüsszeltől. Minden létező fórumon meghallgathattuk, hogy lábbal tiporjuk az európai értékeket. Szóval pénzt, segítséget és szolidaritást nem kaptunk, de ne csüggedjünk, mert annyi mást viszont igen. Például kaptunk kötelezettségszegési eljárásokat a nyakunkba. Nem is egyet, nem is kettőt, legutóbb például tegnap. De a történetnek messze még a vége, hetek kérdése, és bírságot is fogunk kapni az Európai Unió bíróságától. És azért lássuk be, egy bírság nagyon sokat segít nekünk abban, hogy hatékonyan védjük az EU külső határait. Kaptunk új migrációs paktumot is, benne migránskvótával és a kötelező relokáció lehetőségével, vagy pénzbüntetéssel. És ne tagadjuk, itt Brüsszel megint csak kifejezetten nagylelkű volt velünk. Magyarországnak a határon lefolytatott eljárások több mint 28%-át kellene biztosítania, és ha ez nem lenne elég, krízis helyzetben más tagállamokból is előírhatnák migránsok átvételét. Ki hitte volna, hogy egy alig 10 milliós tagállam ilyen nagy megbecsülésnek örvend Brüsszelben? Talán nem is vagyunk méltóak erre. Rengeteg okos és hasznos tanácsot, ajánlást is kaptunk Brüsszeltől. Például, hogy az illegális migrációt úgy sem lehet megállítani, úgyhogy bontsuk el a határkerítést. A tömeges migrációnak meg örüljünk, mert az európai népességfogyásra amúgy is a migráció a legjobb megoldás. Látjuk, milyen jól működik ez Nyugat-Európában, biztosan jól működne Magyarországon is. Végül is, őszintén, melyik magyar település ne örülne annak, ha lenne végre igazi, valódi, saját no-go zónája? Melyikünk ne örülne annak, ha lakóhelyünk közvetlen közelében végre lehetne terrorista szervezeteket támogató tömegtüntetéseket szervezni. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, köszönjük a brüsszeli segítséget, erőn felül teljesítettek, különösen az elmúlt 5 évben. Talán most már pihenni kellene egy kicsit.
ha rossz ötletek szorgalommal párosulnak, az nagyon veszélyes kombináció. Brüsszelben komoly változásra van szükség. Meg kell védeni Európa határait, mind a szárazföldi, mind a tengeri határokat. A határok védelme pedig azt jelenti, hogy mi döntjük el, ki léphet be Európába. Nem nemzetközi embercsempész bandák, és nem nemzetközi NGO hálózatok. Jogunkban áll eldönteni azt is, kikkel kívánunk együtt élni saját hazánkban. De ezt a jogot csak akkor tudjuk ténylegesen gyakorolni, ha meg tudjuk védeni határainkat. Csak azok léphessenek be Európába, akik arra jogosultak. A menedékkérők kevesebb, mint fele jogosult valójában menedékjogra. Azt is látjuk, hogy a jogosulatlan belépőknek európai átlagban kevesebb, mint egy negyedét tudjuk később visszaküldeni. Ha valaki szerencsét akar próbálni, ezek nem rossz esélyek. Nem csoda, hogy a nemzetközi szervezet bűnözés vagyonokat keres rajta. A menedékkérelmeket Európa határain kívül kell elbírálni. Vannak már konkrét kezdeményezések, és egyre több tagállam kutatja a további lehetőségeket. A biztonságos országokból érkező illegális határátlépőket pedig vissza kell kísérni a határon túlra. Ez logikus és nem is bonyolult lépés lenne. De áldozatává vált a nemzetközi és európai jogászkodásnak. Itt politikai megoldásra van szükség, ami kétség kívül bátorságot igényel. De gyáva népnek nincs hazája. És ha a migrációs folyamatokat nézem, ezt a kijelentést bizony nem átvitt értelemben kell vennünk. Brüsszelben azonnali változásra van szükség. Ez a változás ma még lehetséges. De ahogy telik az idő, a tömeges migráció visszafordíthatatlan átalakulást idéz elő az európai társadalmakban. Azután az európai politikában, azután az európai életmódban, azután az európai gondolkodásban. Így a változás, amit Brüsszelben látni szeretnénk, az idő múlásával egyre nehezebb lesz. Aztán gyakorlatilag lehetetlen lesz, végül pedig már el sem lesz gondolható. És akkor Európa, ahogyan mi ismerjük, nem lesz többé. De ma még van alternatíva. A valódi, jobboldali, európai alternatíva. Ezt képviseljük mi, ezt képviseli politikai közösségünk. Változás kell Brüsszelben, de ez a változás nem fog magától bekövetkezni. Ezt a változást nekünk kell elhozni. Június 9-én az európai parlamenti választásokon megtehetjük, mert együtt erő vagyunk. Hajrá Magyarország, hajrá Európa, hajrá Szépek Hungary! Köszönöm, hogy meghallgattak!